Idén Izraelben, Jeruzsálemben rendezik meg a nemzetközi diákjátékokat, ahol természetesen Szombathely városa is képviselteti magát. A vasi küldöttség tagjai a városházán vehették át az egyenruhájukat. Emellé természetesen jó tanácsokat is kaptak a gyerekek, többek között Lendvai Ferenc tanácsnoktól is. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb jelentősége ennek az egész versenysorozatnak, hogy lehetőséget adjunk a szombathelyi diákoknak a sportolás olyan szintjére jutni, ami egy nemzetközi játék, egy kis olimpia, egy olyan élmény, amit örök életükben emlegetni fognak majd a későbbiek során. A szombathelyi küldöttségből 8-an labdarúgók, 3-an úszók, 1 fő pedig atléta. Közülük a legjobb eredmény Barta Hannától várható, aki már sokadszor vesz részt a nemzetközi diákjátékokon. A Vízmű SC sportolója Jeruzsálemben szeretné teljesíteni az érem kollekcióját. Most utazok harmadszorra az ICG-re, hát nagyon szeretem ezt a versenyt. Hát az a célom, hogy arany szeretnék nyerni, már 5 érmet nyertem, de még egyik se volt arany. És hát igen, meg új ismerőséget szeretnék találni, meg a kultúrát is megismerni. A vasi csapat tagjai pénteken hajnalban indulnak el Izraelbe, ahol az első napokat az ország kulturális, természeti értékeinek megismerésével töltik majd. Azt követően pedig jönnek a versenyek, melyeken közel 40 ország 75 városának sportolójával mérhetik össze a tudásukat.